Sziasztok srácok, Krisz vagyok, újra itt vagyunk a CMTA-n. Egy ilyen videó lenne, hogy frakcióba szeretnénk menni, és véleményeteket szeretnénk kikérni, hogy milyen frakcióba menjünk. Rendvédelmibe szeretnénk menni, vagy NAV, vagy pedig rendőrség. Ugye a rendőrséghez már Dever Kenway felajánlotta, hogy menjünk oda, és hogy az egy nagyon jó kis frakció, nagyon sok üldözés van, és nagyon izgalmasak, és hogy izgalmasabb lenne ugye a videó szempontjából is, hogy nektek, hogy ti jobban néznétek, majd hogy nagyobb örömmel. Nem tudom nektek, mi a véleményetek róla, hogy szerintetek jót lenne bemenni a rendőrségbe, vagy pedig menjünk a NAV-ba, vagy pedig nem tudom. Ez itt most tényleg nem tudom, hogy most melyik. Megmutatom nektek a rendőrséget, hogy itt igazából mi. Azt mondták nekünk, hogy... azt mondta nekem Dave, hogy... kadétként kezdenénk, azt mondták, hogy nagyon király, mert hogy lehet menni ugye... gyalogos rendőrként is. Fú, most ez a milyen jó az a BMW. Lehet menni gyalogos rendőrként is, és mennénk délire, mennénk mindenfele gyalog, meg mit tudom én. Így tök izgalmasnak tűnik az egész. Miért erre jöttem? Na mindegy. Izgalmasnak tűnik amúgy az egész. Nem tudjuk. Nem tudjuk, mi legyen a választás. Mi azt mondtuk, hogyha lesz TGF, jelentkezünk. De szeretnénk a ti véleményeteket is kikérni, hogy nektek mi a véleményetek róla. Közben itt vagyunk szerintem. Nem tudom, mennyivel lehet menni, nem akarok gyorsan menni. Fú, de szép ez a BMW, basszus. Mondd azt, hogy a fekvő rendőr nem térni meg. Megint itt van egy trafi, vagy mi? Na, ugye ez a rendőrségnek a központja. Hú, de vagány, meg lett csinálva belül, most nézem. De régen voltam itt. És hogy ugye ide jelentkeznénk. Nem tudom. A NAV központ az most hol is van? Ja, tudom, a régi magánbirtokunkon van a NAV központ. Az is volt ugye egy magánbirtok. Már idegesít engem az a csipogás, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Hol van a trafi? Hol a trafi? Na mindegy, az én elmúlott. Nem tudom. Mi a véleményetek róla? Szerintetek izgalmas lenne? Vagy jobb lenne? Főleg nekem a legjobban az a rendőrös üldözés tetszene, mert hát fú, milyen király lehet másokat ugye üldözni, meg minden. Hát igaz volt én, amikor engem is üldöztek. Nekem nem volt annyira király, mint akit üldöztek, de a rendőröknek biztos izgalmasabb volt. Mennyiben megy ez a BMW? Hopp. Nem akarom, hogy megfogjam a trafi. Szépen átbaktatunk. Királyság. Na. Ilyen helyre volt, mondta a Dave is, hogy NNI-be menjünk. Hát az NNI-t azt annyira, vagy NNI-snek annyira nem akarok lenni, nem tudom miért. Jobban tetszik a rendőrség. Én szerintem, nekem jobb végül is. Tényleg nem tudom. Isten, de sok trafinak, basszus. Folyamatosan csipogat a szar. Hát, közben fölmenjünk ide. Ezt is megvettem. Na mindegy. Rendőrség. Milyen király lenne, fejlődnénk kadétként, és így videóban látnátok, hogy hogyan fejlődünk. És ha esetleg nektek is megtetszik a rendőrségi frakció, akkor ti is odajöttök. És akkor ugye... ti is fejlődtök, így legalább tudni fogjátok, mint hogyha lesz róla a videó, hogy tudni fogjátok, hogy milyen a frakció, hogy érdemes-e nektek oda menni, ugye, hogy tetszeni fog-e, hogy nem-e utáljátok meg, vagy valami. Azért ott is vannak ám szabályok, ott kicsit sok mindent kell tudni. Tudni kell a büntetést, hogy miért hány perc jár. Ezeket én már utána néztem, ugye így.
mi a nevén, fórumon, mert ugye fórumon, amit mutattam az egyik videóban, hogy ott utána tudtok nézni az autóáraknak, a frakcióba, hogy tudtok jelentkezni. Ezt így elmagyaráztam nektek. És nézzétek meg, ti is szeretnétek frakcióba jelentkezni, fórumon megtehetitek, van tűzoltóság. A tűzoltóságot nem tudom milyen. Lehet, hogy az se olyan rossz. Mondjuk azt tényleg így belegondolva, az se lehet olyan rossz. Milyen királyon néznek ki a nagy tűzoltó autók. Tényleg nem tudom. A NAV is jó lenne igazából, mert most a NAV-ba simán lehetne ott ugye egész San Fierro-ba ott körözgetni, meg így minden. Ott is ugyanúgy határnál azért ellenőrizgetni. Tényleg nem tudom, mondjuk Georgi, amikor jelentkezett ugye, ő jelentkezett már egyszer NAV-osnak, felvették ugye, úgymondva elfogadták a jelentkezését, meg minden, bement TS váróba, és sajnos nem hívták be, 1,5 órán keresztül ott volt, és nem hívták be, nem tudjuk, hogy miért, hát sajnos nem jött össze neki, úgyhogy tényleg nem tudjuk, szerintem a rendőrséget megcélozzuk, vagyis hát oda megyünk. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Meg hogyha ti is ott vagytok, akkor azt is írjátok meg, mert kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mi a véleményetek a rendőrségi frakcióról. Mondjuk... nem is tudom. Az NNI az meg olyan, hogy ugye ilyen, ez ilyen titkos. Azt hiszem ott is van, hogy egy BMW M5-ösöd van, és felrakod a szirénát, hát nem vagyok benne biztos, hogy RS4. Nem tudom milyen van most az NNI-nek. Felrakod a szirénát és szinte ugyanaz, csak ilyen titkosi. Vagy titkosabb. Tényleg nem tudom melyik legyen. Nálam is gondolva. Na mindegy, megpróbáljuk a rendőrséget, írjátok meg a kommentbe, hogy milyen véleményetek róla. Még katonahelyetbe jártam, és azt néztem, hogy majdnem mindenhol van elektromos kapu. Ez a ház az rohadtul tetszik. De ez ki? Ez kérdéses. Azt mondták a rendőrségnél, hogy 2-3 óra aktivitás kell egy nap. Meg kell lenni 10 darab jelentésnek hetente. Úgyhogy nem tudom. Tényleg nem tudjuk. Elvileg a rendőrségnek a lídere az itt lakik. Elvileg. Mert itt szoktam látni ilyen rendőrségi autót, vagy nem biztos, hogy a rendőrség, de azt hiszem igen, a rendőrségi lakik ott. Nem tudjuk milyen frakció, ugye Andris már volt, milyen nevében volt? Volt BMS-nél, volt Fix and Drive-nál. Nagyon sokat dolgozott. Andrisnak az volt a baj, hogy egész nap dolgozott, kivette egy kis szünetet, és pont akkor hívtak mindenkit ugye be a szerelőtelephez, és folyamatosan hívták, és azért egy kicsit már meg lehet unni szerintem, de amúgy az is izgalmas, mert az elején nagyon jó, meg minden. Meg hogyha nagyon sokat fejlődsz, ugye feljebbülsz rangba, meg minden, az is tökre, az is jó, mert ugye jó érzés, amikor az ember fejlődik. Basszus. Burul ez a BMW? Vagy nem? Itt az igen egy kis házikóm. Bepattanunk. Akkor, srácok, írjátok meg kommentben, mi a véleményetek a rendőrségről. Ugye, hogyha valaki ott van, az mindenképp írjon a kommentben. Én kíváncsian várom. Írjátok meg, hogy jó döntés lenne, vagy ti a mi helyünkbe hova mennétek, vagy hogy hova szeretnétek ti menni. Nézni fogom a kommenteket. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!